medence, szénsavasfürdőkád, víz alatti vízsugármasszázs, gyógytornaterem. Még 2015-ben adták át a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház központi rehabilitációs egységét. Az intézményben mozgásszervi, járóbeteg és kardiológiai rehabilitációs tevékenységet végeznek a legmodernebb feltételek között. A járóbeteg kardiológiai rehabilitációban a megyében évente 170-200 ezer, klasszikus mozgásszervi rehabilitációban a megye kétharmada, azaz több mint 300 ezer lakos ellátása tartozik az osztályhoz. De a Tiszántúl tekintetében is meghatározó szerepet tölt be a nyíregyházi részleg. Vannak olyan speciális területek, ide elsősorban a gerincvelő sérültek tartoznak például, vagy például ide tartoznak a szeptikus, a csont és az ízületi gennyedések ellátása és rehabilitációja is, vagy például a politraumatizáltak, tehát magyarul a többszervi sérülés szenvedetteknek a rehabilitációja, az már egy nagy régiós szinten van a fölvevőkörzetünk, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan másfél-két milliós területet látunk el. A nyíregyházi mozgásszervi rehabilitációs osztály idén ünnepli fennállásának 30 éves évfordulóját. A jubileum alkalmából tudományos ülést rendeztek a Józsa András Oktatókórházban. Úgy gondolom, hogy ezt a jelentős fejlődést Pécsiselő új épület egy olyan létesítmény, amire Gulenyán Béla főorvos úr is nagyon büszke lenne, mert ő volt az, aki 30 évvel ezelőtt elindította útjára ennek az osztálynak a működését. Akkor 40 ágy volt, most csak nem a háromszorosa, és már új helyre költözött a régi sebészeti tömbből. Nem csak a rehabilitációs egység újult meg az utóbbi időben a kórházban, az elmúlt években megépült többek között az új tömbkórház, átadták a helikopterleszállót, és számos korszerű eszközzel is bővült az egészségügyi intézmény. Nyíregyháza egy szerencsés helyzetben van, mi nyíregyházi lakosok, hiszen egy ilyen szinte teljes ellátás is megtomort lefedő intézmény működik a mi területünkön, és az a beteg ellátásnál gyakorlatilag az alfa és omegája az alapellátás mellett, amelyet a város végez a nyíregyházi aki kiszolgálásának. A városunk ezt mindenképpen támogatja, de nem csak szavakban, hanem tettlegesen is, hiszen tevőlegesen, hiszen láthatják a nézők, hogy építjük a kórház szeretén az óvodát, és szeretnénk egy olyan intézményt átadni, hogy kényelmesebb legyen a kórházi dolgozóknak, akik itt dolgoznak, a gyerekeket elhelyezni. Tehát a város a maga részéről hozzátesz mindent, hogy a kórház lehet legjobban működjön a nyíregyháziak érdekében. Jászai Mennyhért azt is bejelentette, a város közgyűlése úgy döntött, munkája elismeréseként a mozgásszervi rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosának, dr. Szilasi Gézának ítélte oda idén a Bencs Kálmán díjat.